Az ünnep idején kórházban lenni nem felemelő élmény. Éppen ezért többen próbálnak enyhíteni a nehéz helyzetben lévők mindennapjain. És valamiféle kárpótlás jár azoknak is, akik hivatásukat teljesítik az ünnepek idején. A Paks 2 munkatársai vállalták, hogy gyűjtésbe kezdenek, és ennek eredményét hozta el a cég vezetése és Süli János miniszter a betegeknek. A betegség is része az életünknek, természetes része, mindig lesznek gyerekek, akik kórházban vannak, akár majd a mi unokáink is, és akkor azért gondoltuk, hogy meglátogatjuk a gyerekeket, hogy ezekben a napokban, amikor ünnep van, mindenki egyébként azzal tölti az idejét, hogy a várakozás, mit hoz majd a Jézuska a gyerekeknek egyéb, hogy akkor mi egy kicsit elő ünnepet tartottunk, hogy nekik ez a pár nap is, amíg esetleg hazamehetnek a szülői környezetbe, addig is jobban érezzék magukat, egy picit próbáltuk a hangulatukat javítani. Lenke István, a Paks 2 vezérigazgatója azt mondta, a beruházás egy térségi program, melyben Szekszárd és az itt működő intézmények meghatározó szerepet viselnek. És igaz ez a kórházda is. Ez gyakorlatilag térségi program, regionális program, igen. És Szekszárd az egyik, mondjuk így, oszlopos helye ennek a programnak. Tehát hosszú időn keresztül nagyon sok ember fog majd itt dolgozni, és nyilvánvalóan nem volt cél, hogy Paksra zúdítsuk azt a sok-sok embert. Ezért van az, hogy egy regionális programban működünk, vagy gondolkodunk. Nem csak, hogy a gyerekekkel van baj, gond, betegség, ugyanúgy majd az ide érkező munkavégzőkkel is, és arra is ugye folyamatosan van tárgyalás, egyeztetés ennek a fölkészüléséről. Ebben benne van ugye a első lépésként a Paksi Szakorvosi Rendelőintézet, benne van a Szekszárdi Kórház, benne van a Pécsi Egyetemi Kórház, és benne lesz, ahogy a híd megépül, akkor az ellátásban a Kalocsa, hisz adott esetben a Kalocsai Kórház kerül legközelebb Pakshoz, de ugye ennek a hármas egységnek majd kell úgy ellátni a betegeket, hogy megfelelő színvonalon tudjunk gondoskodni. Én azt gondolom, hogy ez a régiónak és a megyének az összefogását mutatja ez a mai alkalom. Összetartozunk és összedolgozunk, törődünk egymással. Ácsás Szekszárd polgármestere stílszerűen egy babahordozó ágyja édességgel érkezett. Az elmúlt években a város sokat tett azért, hogy a gyerekek, mikor itt töltik az idejüket, azt jobb körülmények között tegyék, hiszen egy teljes szintet már felújítottunk itt, ahol jelenleg vagyunk, most zajlik alattunk egy szintnek a felújítása. Ezt már a kis térség összefogásával valósítjuk meg. Egész évben odafigyelünk arra, hogy jobb körülményeket biztosítsunk a szegény beteg gyerekek számára. Példaértékű az együttműködés, hiszen itt a parkolási helyzettől, a felújításokon keresztül sok mindenben dolgoztunk együtt. Én biztos vagyok benne, hogy a jövőben folytatódni fog itt, ahol vagyunk, ennek az épületnek a további felújítása. 4 szintről beszélünk összesen, tehát van még itt feladat. Szeretnénk itt az összes szintet felújítani. Remélem, hogy a szülészetnek az építése is majd el fog indulni. De természetesen a rendelőintézet felújítása, ami megtörtént részben 2 évvel ezelőtt, ez is folytatódni fog majd szándékaink szerint. Tehát rengeteg olyan feladat van, amelyben közösen szeretnénk dolgozni, és ugye ne felejtsük el, hogy a központi ügyeletünk is itt lesz nem messze a kórháztól, és én azt gondolom, a legoptimálisabb munkamegosztás majd ki fog alakulni a kórház és az ügyeleti központ között. Az ajándékok egy része az osztályon marad, hogy azoknak is enyhítse vele az elesettségüket, akik ezután lesznek majd átmeneti lakói a gyerekkórháznak. Minden kórházba bent befekvő kisgyerek élvezni fogja majd ezeket a játékokat, és megkönnyíti a kórházba eltöltött perceket. Úgyhogy ezt a nemes és emberi felajánlást, ezt csak köszönni tudjuk a ZRT összes dolgozója részére. És amit még külön szeretnék megköszönni, hogy nem csak a gyerekekre és a szülőkre gondoltak, hanem az ajándékozásnak a szolgáltatót teljesítő munkatársai is részesei lehettek. Egy ajándékcsomagot kaptak azok a orvosok, nővérek, akik a karácsonyi ünnepeket itt fogják majd tölteni a beteg gyerekek között, és az ünnepet a családjuktól távol töltve mások segítésével és más családoknak a gyógyításával lesznek elfoglalva. Ezt is nagyon szépen köszönjük.